Köszönöm szépen, kormány megbízott úr. Tisztelt elnök úr, kedves vendégek! Nagyon bonyolultnak és nehéznek tűnik ez a cím, és ezt önöknek kell majd lefordítani a nyilvánosság számára. De a lényege, amit egy mondatban össze lehetne foglalni, az az, hogy az önkormányzatok számára egy figyelemfelhívó, megelőző előadás sorozat zajlik, azért, hogy a saját hivatalukban, a saját rendszerükben a gazdálkodásukat, a jogalkotásukat, a határozathozatali rendszerüket a lehető legszabályosabban a törvényeknek megfelelően tudják meghozni, és a szervezeten belül olyan struktúrát építsenek ki, ami megvédi őket a nemtelen vagy jogtalan olyan kezdeményezésektől, mint mondjuk a korrupció. Nem így mondjuk, hogy korrupció elleni védekezés, úgy mondjuk, hogy integritás. Ez az új kifejezés jelzi azt, hogy átlátható, tisztább viszonyok között hatékonyabban tud az a belső kontrollrendszer működni, amivel ezt a védelmet a saját szervezete számára ki tudja alakítani az önkormányzat, a polgármesteri hivatal. A két szereplő, a két jelenlévő szereplő annyiban tudja segíteni az önkormányzatokat ebben a felkészülésben, hogy az állami számvevőszék a gazdálkodással kapcsolatos tudnivalókat mondja el, és az ellenőrzésének az eredményeit. Nyilván mindenhova nem jut el az állami számvevőszék, de az eddigi ellenőrzések tapasztalatai alapján már számos tanácsot tud adni az önkormányzati világnak, hogy mit, hogyan tegyen a saját rendszere érdekében. Mi pedig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a törvényességi felügyelet irányítói vagyunk, így minden önkormányzati rendeletet, minden önkormányzati határozatot a mi kormányhivatalaink, itt Vas megyében a Vas megyei kormányhivatal vizsgál meg, és a törvényességi felügyelet keretében akár felhívásokkal, jó tanácsokkal, segítő jó szóval próbáljuk elérni ugyanezt, hogy az önkormányzat szabályszerűen és a törvényeknek megfelelően működjön. A kezdeményezés elnök úrtól érkezett, hogy ilyen konferencia sorozatra sor kerüljön. Idén áprilisban meghívott minket az állami számvevőszék gyönyörű épületébe egy konzultációra, amelynek aztán az lett az eredménye, hogy több kérdésben is megállapodtunk. Az egyik az, hogy a lehető legrövidebb időn belül az összes megyét végigjárjuk, így közösen, vagy a helyetteseink által, tehát mind a 20 megyébe, 19 megyébe és a fővárosban is elmegyünk, összehívjuk a polgármestereket, jegyzőket, gazdasági vezetőket, és ezt a figyelemfölhívó, az ő önvédelmi rendszerük kiépítését szolgáló előadás sorozatot megtartjuk, a lehető legrészletesebb szakmai instrukciókkal is ellátjuk őket. Ez tehát az itt létünk indoka. Most a 13. előadásra kerül ma sor, és december 13-án lesz vége a sorozatnak Somogy megyében, és akkor bízunk benne, hogy ez a figyelemfelhívó akció segíti majd az önkormányzati világot abban, hogy még jobban, még hatékonyabban tudja szolgálni helyben a közügyeket, az állampolgárokat.